Nagy szeretettel köszöntöm a Lővei Vlog nézőit. Rendhagyó módon most nem Szakály Levi, hanem én fogom vezetni, Radóczi Justina vagyok, és a fiatalokkal, a Misina Táncegyüttes és Táncszínház tagjai, Lőve Ista tagjaival fogunk beszélgetni. Nemrégiben volt a Nemzeti Színházban egy fantasztikus 20 éves jubileumi előadás, ahol nagyon sok Lőve Ista volt. Egy részével fogom most beszélgetni. Arra kérlek titeket, hogy nagyon röviden mondjátok el, hogy hogy hívnak titeket, és hogy mióta vagytok benne a táncegyüttesbe. Hát én Erich Vémos vagyok, és hát én már 15 éve koptatom ott a parkettát, úgyhogy... Én Rancsics Vanessa vagyok, és én 1 éve. Én Kármán Zalán vagyok, és 7 éve. Én Horváth Tamás vagyok, és 7 hónapja, én még friss hús vagyok. Én Csabai Dorottya vagyok, és 2 hónap múlva lesz 1 éve. Én Grifo Tomiki vagyok, és én is 1 éve. Nagyon, rám nagyon nagy hatással volt ez az előadás, meg mindig, amikor látlak titeket, mondtam, hogy őszinte szívbeli rajongótok vagyok, és hát meg is könnyeztem sokszor ezt az előadást. Úgyhogy először arra kérnélek titeket, hogy fogalmazzátok meg röviden, ugye nagyon különbözőek az időpontok, majd erre is kitérünk, hogy ki az, aki 15 éve, ki az, aki pár hónapja tagja a csapatnak, hogy bennetek milyen érzések fogalmazottak meg ez alatt az előadás alatt. Hát ezért azért nehéz így beleélni magunkat, hogy egyszer még csak ott voltunk a színfalak mögött, és utána felmegyünk, és akkor most egy teljesen egy másik kort kell mutatni, és hogy ezért ez nehéz csinálni, de mindenképpen egy nagyon jó érzés, úgyhogy igen. Hát igen, azért, hogy a Bibi is elmondta, nagyon hamar át kell szellemülnünk, és még a színfalak mögött nevetgélünk, meg beszélgetünk, utána, ahogy kilépünk a színpadra, a nézőknek sokkal inkább a komoly arcunkat kell mutatni, de igen, egyébként hozzá lehet szokni. Karinemben lehet kivétel vagyok, mert nekem ez az átszellemülés, ez ilyen teljesen természetes dolognak tűnik, tehát, hogy felmegyünk a színpadra, és valahogy önmagától nem is az, hogy most rá kell már készülni arra, hogy jó, most táncolni fogunk, hanem elkezdik húzni, és akkor rögtön igazából. Igen, én is ezt mondanám, hogy megteremti magát a hangulat így egyértelmű, amikor felmegyünk a színpadra, így adja magát a hangulat. Egyet tudok érteni a fiúkkal. És ha már az átszellemülésnél vagyunk, ugye hát minimum 100-150 vagy még annál régebbi időszakra is vissza kell nyúlni. Tehát ugye ezek annyira régi gyökerek és olyan régi hagyományok, hogy mennyire mentek ti is vissza az időben, tehát hogy ugye akkor lassabb volt a világ, sokkal szorosabbak voltak a közösségi kapcsolatok, úgy gondolom, hogy azért egy-egy ilyen kis közösségben, kis falvakban állandó programok voltak, nyilván ti is ezekből a fennmaradt hagyományokból merítkeztek, hogy ti mennyire szellemültök át ez alatt az idő alatt, mennyire léptek vissza az időben? Hát, próbálkozunk. Hát igen, ahogy mondták, hogy a zenekar meg minden, tehát a zenekar meg az öltözék az ebben azért tényleg elég sokat segít. Szóval azért szerintem meg lehet ezt élni. Hát meg ugye legényé kell válni, te szólót is táncoltál. Mekkora felelősség, hogy ott vagy kint, egyedül képviseled ott a csapatot, és aztán jönnek mögéd a fiúk. Mekkora felelősség? Hát igen. Ja, hát nagy igen. Hát sajnos azért én sem tudtam. Tehát azért nehéz minden kis dologra figyelni. Hogy milyen kis figyelni. Dolgokra kell figyelni? Hát például én most ezzel nyaggatnak mindig, hogy nem húzom ki maga rendesen meg ilyenek. Úgyhogy az látszott is az előadásom. De azért... Hát én nem láttam, megmondom őszintén. Akkor csak szerintem, de hát igen. Nyilván koreográfus szemmel másképp látni. De hát azért jó érzés, nem? Ott vannak mögötted a fiúk, viszed őket. Lányok, nálatok a ruhák. Ugye az meg a másik, hogy olyan gyönyörűek voltatok, tényleg mindenki egyforma szedben, ugye ha használhatjuk ezt a szót, fonott haj, gyönyörű szép ruhák. Szeretitek ti ezt viselni? Mert ugye nagyon távol áll a mai divattól. Hát egyébként én kifejezetten szeretem őket, mert nagyon szépek, viszont
hát egy idő után kicsit mondhatni fájdalmas a viselésük, mert nagyon meg kell őket kötni, hogy ugye ne csúszkáljanak, ott maradjanak a fellépés végéig. De az meg, hogy nagyon szépek vagyunk bennük, azt szerintem amiatt megéri. És nehéz ebben táncolni? Leizzadtok a végén? Biztos, de egyébként szerintem az alsó szoknyák számától függ. Mert különböző, hogy kinek mennyi alsó szoknyál van? Hát, tájegységtől függ. Ha. Például ezt sem tudtam, tehát akkor ez most milyen tájegység volt, mennyi alsó szoknyát kellett viselni? Hát csak egy lapú, ebben annyira nem izzadtunk meg szerintem. Melyik a legnehezebb? Hát... Vini. Úgy tudom, hogy van sok. Kőkülemetiben nem. Tardoskeddiben azért van bőven. Mit szín volt azért? Igen, itt táncoltunk szerintem a Mezőföldiben, meg a Tardoskeddiben ott két nagy alsónk volt. Az elég nehéz, és ki is kell keményíteni, úgyhogy ennek van súlya. Ja, azt mind ti csináljátok otthon a kikeményítést? Wow, akkor egy megtanultok különböző praktikákat még emellett. Fiúk, még egy picit térjünk vissza a Vilihez, hogy milyen nektek a Vili mögé felsorakozni, és akkor ott legényként szintén részt venni a műsorban. Igazság szerint elég természetes vagy, hogy ilyen. Hát nem tűnik olyan nagy kihívásnak szerintem, meg azért ugye elég sok munkát is tettünk bele, egy idő után már természetes lett, hogy ezt csináljuk úgy, ahogy van. Meg azért a Vili is egy támasz, hogy ott van előttünk, és azért ő viszi az egészet, és szerintem a ruha az meg csak segít a szerepe átvételében. Milyen szerepetek van ilyenkor? Akkor most ti beszéljetek erről, hogy ki minek képzeli magát közben? Mármint most a konkrét előadásban? Igen, hát. Hát, én azt hiszem, az a legény voltam, aki felavattak, úgyhogy ilyen. De hogy érzed, hogy milyen szerep akkor? Vagy? Hát, hogy minek érzitek magatokat, tehát amikor ugye többen elmondtátok, hogy ott az öltözőben még dumcsisztok, meg érzed meg minden, és akkor elkezdődik a műsor, akkor van egyfajta átszellemülés. Vagy milyen szerepbe kerülsz be? Hát mindenképpen próbáljuk vinni és minden erőnket beleadni szerintem, úgyhogy hát mindenképpen az a célja mindenkinek, hogy akkor most mindent beleadjon és így, hát így vigye az előadást, nem tudom, hogy ez egy szerepnek mondható-e. Uh-huh. Zalán? Hát igazság szerint én kifejezettebb szerepet én se veszek át, én nem is tudom mihez tudom hasonlítani, de ez mint a tánc. Ez így annak ellenére, hogy régi meg régről származik, attól még talán egy időtállóbb dolog. Uh-huh. És hogy hát régebben is azért csinálták, mert igazából élvezték. És nem kellett szerepet felvenniük, hanem nekik ez ilyen természetesebb volt. Lányok? Egyébként legjobban azzal nem fogalmazta meg szerintem, hogy nem kell szerepet felvennünk, hanem az a legfontosabb, hogy ezt élvezzük, és azt akarjuk átadni a színpadon is, hogy beleéljük magunkat. Akkor most térjünk arra rá, hogy ki miért van itt, és miért annyi ideje, amennyi. Ugye, Vili, amikor ott átadták az okleveleket, akkor én egészen meglepődtem, mert hogy tudom, hogy te 17 éves vagy, és már egy 15 éves tagsági oklevelet vagy érmet kaptál, hogy hát azért hogy zajlik ez két évesen? Tehát hogy kerül be valaki egy ilyen csapatba, ilyen pici korban? Hát igen, hát nem meglepő módon a szüleim vittek el, és egy ilyen, nem volt csak beleszólásom, de azért talán jó vége lett. És hát igen, azért vittek el igazából, mert a két testvérem is táncolt annak idején, és hát, hogyha már ők táncolnak, akkor már ez a harmadik ember is menjen már táncolni. Úgyhogy igazából csak ennyi a történet. Igen. És azonnal megszeretted? Vagy mi volt az a pillanat? Nyilván nem nagyon emlékszel, gondolom, a két éves időszakodra, de hogy mi volt az a most már tudatos pillanat, amikor úgy döntöttél, hogy te szereted és ezt szeretnéd csinálni és maradni szeretnél? Hát a maga a férfi táncok azért hozzáadnak, hogy hogyha amikor azt csinálja az ember, akkor... Az mikor? Ezt hány éves korban kezdítek el? Ja, hát igen, arról csak így álmodozunk először. Hát szerintem ilyen... Hát nem is ilyen különálló férfi tánc, mondjuk egy koreográfiában, hogyha van egy ilyen fiú rész, azt szerintem már viszonylag korán ilyen, talán ilyen
10-12 évesen szokott lenni, de nem emlékszek sem most annyira pontosan. Úgyhogy igen, az egy nagy visszatás tud lenni, meg szerintem sokan, vagy hát azért szoktunk arra várni, hogy akkor most fiú rész, és akkor jaj, de jól csinálni. Ott lehet szólozni, gondolom, lehet sok mindent csinálni. Vanessa, te mióta is vagy? Hát Misinában egy éve táncolok, viszont én amikor ide kerültem a Lővébe, akkor kezdtem el itt a Lővei körtánckörbe táncolni. Egyébként számomra nem volt ez egy ilyen előre meghozott döntés, hogy most én néptáncolni szeretnék, szóval mondta, hogy vicces az, hogy én ide kerültem. Igazából a Dorka említette, hogy ő el szeretne kezdeni néptáncolni, és úgy voltam vele, hogy akkor kipróbálnám én is ezt az utat, viszont nagyon tetszik, és továbbra is szeretném folytatni, szóval. És mi volt ez a pillanat, amikor úgy döntöttél, hogy nem maradok? Egyébként, amikor már így kezdtünk belejönni a táncolásba, meg azért szerintem a társaság is egy ilyen nagyon nagy húzóerő, szóval miután az ember be tudott illeszkedni, és így jóba lett nagyon sok emberrel, az azért az nagyon sokat segít. Zalán, te is 7 éve táncolsz már, engem ugye? Engem is először, ami kifejezetten hány éves voltál, oda táncolt, amikor? Ez a társaság. Hány éves és, voltál? Hát a 6-at kezdhettem talán akkor. És igazából én nagyon sokáig voltam nyomgatva a barátom által, hogy egyszer mindenképp menjek el, meg hogy nézzem meg. És akkor elmentem, aztán ott ragadtam igazából. Először a társaság, ami így, hogy mindenki ilyen közvetlen volt rögtön, meg ilyen elég érdekes, tehát kevés olyan közösség van szerintem, hogy én tényleg keveset láttam, ahol nálunk jó lehet azért is, mert kevesen voltunk fiúk, de alig volt konfliktus, vagy szinte soha egyszer-egyszer volt egy-kettő, de így nem mondhatom azt, hogy gyakran vitáztunk volna, vagy tényleg egy ilyen problémamentes légkör volt, ahol így nyugodtan el volt az ember mindig. És akkor erre még rájött egy idő után az, hogy ha meg voltak is problémák, addigra meg már azért nem hagyta volna ott az ember, mert akkor meg így a tánc is, ami így már időközben így megszerettem, és akkor maradtam. Tomás, te vagy a legfiatalabb tagja ennek, ugye 7 hónapja? Hát nálam az egész nagyon érdekesen kezdődött, mert én ezelőtt 5 évet táncoltam svábot, és akkor azt abba hagytam, mert már nagyon nehéz lett volna megoldani, és akkor úgy voltam vele, hogy én ezt a táncot itt teljesen abba hagyom, de viszont a jobbra mellettem ülő fiatal ember az egy éven át nyaggatott, hogy csak menjek el megnézni, és akkor úgy voltam vele, hogy elmegyek megnézni, és akkor oda mentem, és az lett volna, hogy akkor én már táncolok. És akkor én így kerültem bele, de egyáltalán nem bántam meg, mert ahogy a többiek is mondták, nem csak maga a tánc, hanem a közösség is szintén ritka, meg példaértékű, ami nálunk van. És emiatt nagyon élvezetes, mert bármi probléma van a napokban, elmész táncpróbára, és egy teljesen más világba kerülsz. Lányom? Dori? Én nagyon sok évet táncoltam, mielőtt ide a Lővébe jöttem, és nagyon szerettem is táncolni, aztán abba hagytam. Úgyhogy szerettem volna valamilyen módon ezt újrakezdeni. És akkor jött a Lővei körtánckör ötlete, ahol hívtam a Vanit is. És aztán hát fokozatosan beleszoktam a közösségbe, és megszerettem, és akkor jött az ötlet, hogy akkor lépjünk egy kicsit tovább, és akkor csatlakoztam a Misinába. Miki? Hát én sose táncoltam, de egyszer jött az ötlet, hogy jó lenne így csatlakozni a körtánckörhöz, meg a Vanik már benne voltak, és egy csomó jót hallottam róla, úgyhogy igen. És aztán nagyjából egy évvel később meg én is csatlakoztam a Misinához, és hát egy nagyon jó döntés volt, ezt kell, hogy mondjam. Ugye Gáber Attila vezetőtök, ő kemény vezető, nagyon sokat kell dolgozni a próbákon? Kívülrónak tűnik, de amint ott vagy sok ideig, azért meglátod az igazi arcát, úgyhogy szerintem igen. De ami tánc, azért az behagyja szerintem rendesen. Ja, ugye rengeteg munka volt azért ez a jubileumi műsor is, ugye? Mennyit készültetek rá? Hónapok, gondolom. Megéri ez a sok munka? Mi az, amit tényleg most mindegyikőtök egy mondatban vagy egy szóban nyugodtan megfogalmazhatja, hogy
mi az, ami miatt érdemes és megéri táncolni ebben a csapatban. Most kezdjük innen, Viki. Szerintem a közösség. Számomra is a közösség, az nagyon fontos. Egy szót kéne mondanom, talán akkor mondhatom azt, hogy életérzés. Akkor már hozzátenném az élményeket is. A közösség, ami így a legelső, de még hozzájönnek az ilyen-olyan kis színházi bakik, amikor valaki szoknyát köt és elszakad a zsinórja, aztán úgy lehet összevarni, meg egyszer pont a Gáber Attilától kapta az egyik társunk a mellény Csehországban, és hátul a megszorítós részét azt elszakította. Annyira balhéztünk, hogy úristen, valahogy meg kell varni, hogy ne vegye észre senki. Remélem, nem látja majd a videót egyébként. Valószínűleg. Akkor bocsánat, de erre lett hozva. Igen, meg tök jól megoldottuk. Tehát az ilyen történetek miatt is mindenképp megéri egyébként. Vannak még ilyen történetek? Nektek hát, már? Én voltam az az eset, akinek elszakadt a szoknyakötőre, kicsit érdekes volt megszerelni, de... Megvolt. Gondolom, ezek mindig az előadás előtti utolsó pillanatokban. Meg volt, hogy előadás közötti körülbelül 5-10 perc szünetben leszakadt egy gomba mellényről, azt akkor gyorsan valahogy meg kellett tolni, de... Akkor mindig van nálatok tűcérna, olló. Vili, te meg egy mondatban kellene megfogalmazni? Hát ez lehet, hogy azért van, mert én már azért régóta táncolok és megszerettem, de én magát a táncot mondanám, hogy az ami nagyon tetszik nekem. És még egy nekem nagyon fontos volt, ugye ének tanár vagyok, hogy fantasztikusan énekeltetek együtt, hogy ezek milyen élmények nektek, ugye együtt énekelni. Hát én sajnos azért egyébként nem olyan régen, vagy hát én amikor fiatal koromban nem nagyon szerettem így énekelni, hanem csak a táncra figyeltem, hogy az azért jól menjen, és én igazából mert csak egy pár éve csatlakoztam, hogy akkor így előadás közben így rendesen énekelni, de hát azért nyilván egy más élmény táncolni, vagy táncolni és énekelni, úgyhogy nagyon jó. Szerintem egyébként ez is egy ilyen nagyon jó hangulatot ad az egésznek, hogy közösen énekelünk, és így nem tudom, ilyen jó érzéssel fogja. Hát meg talán a csőgatások is, ja. Amik szórakoztatóbbak. Ugye azt a Vanessa előszeretettel csinálja. Tamás, te is szeretsz énekelni? Igen, szerintem ez az egész így rásegít a hangulatának az egészhez. Szerintem is egy jó hangulatot teremt, bár azért szerintem van benne egy kis kihívás. Mert magasan kellett egyébként énekelni, azt figyeltem, hogy jó magasan énekeltek. Mert hát azért a darabok vége felé, ezek sok perces darabok, és a vége felé már fogy a szusz is, úgyhogy... Közben táncolni, ez nagyon nagy meló. Igen. Nagy munka. Hát szívből gratulálok nektek, és kívánom, hogy továbbra is ilyen élményekkel, meg ilyen örömmel táncoljatok. Köszönjük a nézőknek, hallgatóknak a figyelmet, és majd jelentkezünk a következő vlogkal is. Köszönhetünk, hogy sziasztok!